Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, kedves gyerekek, a mai szentmisét mindenki tudja, hogy kikért fogom felajánlani. Mai szentmisét a szüleitekért, elsősorban édesapáitokért ajánlom fel, a nagypapáitokért, akik gondviselőtök. Majd a prédikációban erről több mindent is szeretnék mondani. Most, amikor megvizsgáljuk a lelki ismeretünket és megbánjuk bűneinket, apukák, ti azt nézzétek meg, hogy milyen gondviselője vagyok a családnak. Mennyire lehet rám támaszkodni. A feleségem, a gyermekeim valóban egy biztos támaszt látnak-e bennem? Megbízhatnak-e bennem? Ugyanígy, gyerekek, édesanyák, feleségek, nézzétek meg, hogy mennyire fejezem ki hálámat, szeretemet a férjem és az apukám iránt. Mennyit szoktam imádkozni érte? Lélekben, mennyire viszem őt a Jóisten elé. Sokszor fáradtak az édesapák, sokszor nehéz az életük, aggódnak értetek. És mi mennyit imádkozunk értük. Ezekre is adjunk választ a lelkiismeret vizsgálatban, meg arra is, amikor nem engedelmeskedtem apának, amikor kért valamit. Biztos nem azért kérte, hogy na most ezt a gyereket én jól átverem, hadd csináljan. Azért kérte, mert szüksége volt a te segítségedre, mert így akar téged felnőttnek látni, majd nevelni téged, hogy jó felnőtt legyél, boldog felnőtt legyél. Apukáitok értetek vannak, ezért is kell engedelmeskedni nekik. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörgjünk. Mindenható Istenünk, Te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait, add kérünk, hogy egyházad az ő közben járó segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel második könyvéből. Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához. Menj és mondd meg szolgámnak, Dávidnak, ezt mondja az Úr. Ha majd napjaid betelnek, és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódokat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atya leszek, ő pedig az én fiam. Házat és királyságot örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad. Ez az Isten igéje. Csak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből való. Nekünk mindjártnak adja ő, Isten előtt, amint az írás mondja róla. Sok nép atyává rendeltelek, mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nem létezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz, Isten ígérete szerint. Nagy lesz a te nemzetséged. Ez szolgált megigazolására. Ez az Isten igéje.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szüleivel évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 3 nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mód felett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá. Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk. Jézus ezt felelte neki. Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiba kell lenni? Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves apukák! Nagyon feledékeny vagyok, abból is következik ez, hogy én úgy készültem mára, hogy itt lesz a férfikör és még egy-két apuka. Egy 20-30 apukával itt majd elmisézgetünk, tartunk egy szép szentmisét, egy hálaadó szentmisét, aztán úgy gyanús volt már itt a másik mise előtt, hogy már jön egy-két gyerek. Mondom, hát most hát nem ilyen nagy mise lesz itt. Aztán mondták, hogy dehogy nem, tavaly is így volt, vagy hogy. Hát mondom, nagyon feledékeny vagyok, de örülök annak, hogy együtt tudunk ünnepelni. Csak kicsit nehéz helyzetbe kerültem, mert a prédikációmat úgy építettem fel, hogy csak férfiaknak szóljon. Hát most kicsit próbálom majd kicsit így az éleit levenni gyerekeknek, hogy ne legyen túl izgalmas olyan szempontból, hogy tehát amit csak nekik mondtam volna. Lényeg az, hogy 3 dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, kedves édesapák. Ugye ezt mondanám, hogy mindenkinek szól a prédikáció. Szoktuk mondani a gyerekmiséken, hogy Jancsikához beszélünk, de úgy, hogy János is értsen belőle. Tehát apukákhoz fogok beszélni, de úgy, hogy minden édesanya is értsen belőle, és minden gyermek is értsen belőle. Reményeim szerint ez majd így is lesz. Sokat mondok olyat majd, amit már elmondtam, de nagyon fontosnak tartom. Tehát 3 dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy a gyermeknevelésben rengetegféle módszer van, tudjátok jól, de ahogy valaki mondta nagyon bölcsen, legfontosabb az a gyermekek nevelésében, hogy ti a feleségeitekkel hogyan fogjátok egymást szeretni. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek felé mutassátok egymás iránti szerelmeteket, jóságotokat. És annyira emlékszem, hogy visszagondoltam az én szüleimre, hogy mikor hallottam őket veszekedni. Nem jut eszembe csak egyetlen egy dolog, egyetlen egy, amikor mind a ketten mondták a magukét. És az akkor volt, amikor mentünk a meccsekre kirándulni, mindig vittek minket majdnem minden vasárnap kirándulni, ugye 2 tesómmal, és apukám már kezdett beteges lenni, szklerózisos volt, de még az tudott még menni, ő is kirándult velünk, csak már minden kicsit lassabban ment, és mindig vittünk ilyen étkező táskát, és azt láttam, hogy apu mondja, hogy a táskát én viszem. Anyukám mondta, hogy apukám nem, én viszem, de én vagyok a férfi. Nem baj, de te már neheze, de... És ezen veszekedtek. Ki vigye a táskát? Mi még az elég picikék voltunk, mi még nem jelentkeztünk, pedig lehet, hogy nekünk is kellett volna jelentkezni, de nem jut más eszembe a szüleimmel kapcsolatban, rossz, ez se volt igazán rossz, mert jón vitatkoztak, csak az bennem volt, hogy itt vitatkoztak egymással, amire én most emlékszem. Egyetlen egy dolog, ki vigye a táskát, és tényleg nincs más.
Ez egy nagyon nagy ajándék. Nektek a gyermekek előtt csak így lehet élni. Ez a gyermeknevelés. Nem tehettek mást. Csak azt tehetitek meg a gyerekek előtt, és hát reményeim szerint a gyerekek háta mögött is, hogy mindig, mindenkor fogjátok egymást szeretni. Ez a gyermeknevelés. Szerintem ez nagyon egyszerű. Én mondjuk biztos így csinálnám, de hát nekem könnyű, kivisznek, semmi sem nehéz, de szerintem nektek is ennél boldogabb szülőség, amikor a feleségeitekkel egy örök békében éltek, egy örök mosolyban, akkor ez nektek is jó, mindenkinek jó. Ennél szebb nincsen. A második dolog, amit szeretnék mondani, szintén a példaadásról szólna, hát valahol engem bánt, és félek mindig attól, hogy ezt nem veszik sokan komolyan, még a keresztény hívek sem. Tudom, hogy sok minden valami az ember idegesíti, mindenkinek megvan a maga mániája. Engem a csúnya beszéd, a trágár beszéd nagyon-nagyon irritál. Hihetetlenül. És nagyon törekszem arra, és jó Isten megadta a kegyelmet, de ezt elmondom nektek, lehet, hogy már elmondtam kisebb közösségekbe, hogy engem jó Isten hogy tanított meg arra, hogy ne beszéljek csúnyán. És a példaadás itt kezdődik ám, hogy ti sem, bármi történik a családban, a munkahelyen, bármi futott ki, bármi esett le, nem mondok csúnya szót, nem trágárkodom. Nincsen az, hogy ezzel belefér, hogy mit tudom én, most itt kell ugye levenni a sarkokat, hogy hadd ne mondjak semmit, nem mondok csúnyát, de hát ismerünk olyan helyzeteket, amikor az embernek kicsúszik a száján, ne csúszson ki. De ezt küzdeni kell. Én kiskoromban, hát most egy kicsi tanúságot teszek erről, hát ugye csúnyán beszéltem, mert azt hittem, hogy pici voltam, szemüveges, hogy majd ettől leszek én ilyen, majd én megmondom a nagyobb, magasabb, de kisebb gyereknek, fiatalabbnak, hogy azért ki az idősebb, és elég trágár voltam. Aztán szép lassan ugye rájöttem arra, hogy ez nem jó, és azt tudom, hogy már felnőtt koromban, még papság előtt is, megkaptam ezt az ajándékot Istentől, hogy nem beszéltem csúnyán. Tehát a fenyőbe, a leborult szivarvég, ezeket szoktam mondani, mikor nagyon mérges vagyok. És a gyanútól székben, amikor bejöttek gyónni az emberek, és mondták, hogy csúnyán beszéltek, mindig nagyon leszúrtam őket. Hogy nem lehet csúnyán beszélni, meg lehet tanulni, én is megtanultam, én sem beszélek csúnyán, bármi történik. És az emberek sokszor úgy mentek a gyanútól székből, hogy így hasonkúsz, tudjátok, hogy fú, ilyen milyen rossz ember vagyok, hogy ilyen csúnyán beszélek. És akkor történt, hogy Pécsett autóztam, és a nagy kórháztéren egy részeg elém jött, nekem volt zöld, neki piros, de mondtam, hogy papa, menjünk, és akkor a papa ment, de az üveges, volt egy nála egy zacskó tele üveg, az hozzám vágta, amit a kis trabantomhoz. És én nyitott ablaknál kikiabáltam neki, hát olyat, amit azóta is nagyon-nagyon szégyellek és bánok, hogy egy pap kikiabál az ajtón, az autó ajtaján, és hát elmondtam, hogy mi a helyzet. Annyira szégyeltem magam. Nem csak azért, mert ezt tettem, hanem én, aki már 6-7 éve csúnya szót nem mondtam ki, Pécsen bele kiabálok a városba egy ilyet. És utána ezen sokat gondolkodtam, és jó Isten megtanított arra, hogy két dologra. Az egyik az, hogy soha nem adtam hálát azért, hogy ettől a bűntől én szabad voltam. Mindig azt mondtam, hogy én megszabadultam tőle. Nem. Jó Isten megszabadított tőle. És a másik pedig, hogy irgalmas a szívű lettem. Jöttek be, azóta is annyira emlékszem, jönnek be a gyónok, és mondják, hogy csúnyán beszéltek. Nem azt mondom, hogy azt mondom, hogy hát igen, előfordul. Törekedjünk, de hát van ilyen, semmi baj. Tehát egészen irgalmas szívű lettem ebből a ennél a bűnnél, tehát nem voltam már olyan kegyetlen, irgalmatlan atya. Jó Isten megtanított. Nektek is nagyon kell figyelni arra, hogy a gyerekeitek előtt mit fogtok mondani, hogy beszéltek. Ti vagytok a példa. Az apukák, édesapák, hihetetlen nagy példák vagytok a gyermekeitek előtt. Ha ti megengeditek magatoknak, hogy kimondjak ilyen szót, trágár beszédet, akkor ők is azt mondják, hogy hát ha apának lehet. Nem lehet. Ha ti nektek erre nagyon tösen kell figyelni, soha kell imádkozni érte. Ha tudjátok azt, hogy én néha igenis idegességemben vagy kimondom, akkor imádkozz érte sokat.
Szabadulj meg ettől a bűntől. Soha ne higgyétek el, apukák, hogy egy bűn hozzánk, hát emberek vagyunk, hozzánk tartozik. Lehet, hogy nehéz megszabadulni, lehet, hogy tényleg olyan hirtelen mondott csak ki, de kérd az Istent, és megszabadít téged. És a gyermekeid megtanulják. Meg hát, amit egyszer láttam egy buszon, nagyon mérges voltam, hogy egy kisgyerek 4-5 éves lehetett, és így elszólta magát, egy csúnyát mondott, és a szülők, a többiek hehegtek. De aranyos? Nem aranyos, mondom, nem aranyos. Szájára kéne csapni egy picikét, hogy ez nem jó. Ne csináld. Ne heherészünk az ilyen ronda dolgokon. Tehát a nevelés ilyen szempontból a példaadás. Na hát ezt volt azért jó elmondtam, szerintem nem, tehát másképp mondtam volna valószínű, hogyha nincs egy gyereke, de talán mindenki azért értett belőle. A harmadik dolog pedig, amit szeretnék mondani, ez a mai evangéliummal függ össze, nagyon szeretem ezt. Hiszen aggódunk a gyermekeinkért. És ti apukák, a hitben a továbbadás, én szerintem egyik legfontosabb dolgotok, hogy a gyermekeitek igazi hívők legyenek. Krisztus szerető emberek legyenek. Ez nagyon nehéz ezt az utat megmutatni nekik, hiszen a világ nem erről szól. Mindig eszembe jut ennél az evangéliumi szakasznál, hogy Mária és József elvesztette a gyermekét, ahogy nagyon sok szülő nem tudja, hogy hol van a gyermeke. Ugye olvastuk, hogy nem találták. Nem találjátok a gyermekeiteket, nem tudjátok, hogy hol vannak lélekben, gondolkodásban, merre járnak. Mert nem beszélgettek sokat velük. Sokkal többet beszélgetni. Nemrégiben a olvasásos imaórában, ugye most Mózest olvassuk mi papok, és egy nagyon kedves történetet olvastam, ami számomra kedves, mikor ugye megvan a 10 csapás, és mennek ki az egyiptomiaktól menekülve Mózes ugye a 10 csapás után, és hogy kell kimenniük, ezt írja a Szentírás. Ezért ezt a szokást akkor is tartsátok meg, ha majd bejuttok arra a földre, amelyet az Úr nektek ad. Ha gyermekeitek megkérdeznek benneteket, miféle szertartás ez, akkor így feleljetek, ez a húsvéti áldozat az Úrnak, aki Egyiptomban elhaladt Izrael fiainak háza mellett, amikor lesújtott az egyiptomiakra, és a mi házainkat megkímélte. Évről évre. Ezt el kell mondani. A zsidó apukák ezt mind a mai napig megteszik, a hívő apukák. Elmondják a gyermekeiknek, mit, miért tesznek. Az, hogy miért kell menni szentmisére, miért kell imádkozni, miért jó ez nekünk. Ezt el kell mondani a gyermekeknek. Rengeteget kell velük beszélni. Újból és újból ismételjétek el. Ők is ugyanezt elmondják. Az Isten megszabadított bennünket, kivezetett bennünket az egyiptomi rabságból. És ezt meg ezt tette értünk. Nektek ezt el kell mondani. Egy statisztikát olvastam, és el is tudom hinni, hogy Svájcban vagy hol volt ez, hogy ahol az apukák nem jártak szentmisére, ott a gyermekek 3%-a járt misére anyukákkal. Ahol apukák eljöttek a szentmisére, ott a gyermekek 30%-a, hát még ez is nagyon kicsi szám, de 30%-át apa is ott van. Nálunk nagyon fontos, hogy a ti hitetek, a ti Istennel való kapcsolatotok a gyermekek számára valahol erősebb lesz, hiszen már én is gyermekben láttam, hogy anya, mama, ők imádkoznak, ők akik mindig mondják, hogy ez meg az van, de apa, nekem apu is mondjuk jár, nekem ez nem volt probléma. De fontos az, hogy ti kik vagytok, mondjátok el a gyermekeiteknek, hogy miért vagyok az, aki vagyok, miért vagyok ilyen hívő, miért járok templomba, sokat mondjátok el nekik. Nem tudják a gyermekeitek, és ti vagytok, anyukák is persze most, de most nem róluk beszélek, ők nekem most más szempontból nagy példák, de a hitben, hogyha akarjuk, hogy gyermekeink ezt az utat járják, akkor itt kell lennetek. Nélkületek anyukák nem tudják ezt annyira jól megoldani. Együtt, megint csak együtt, a feleségekkel. Ez nem fog másként menni. Óriási a felelősségetek.
És úgy örültem egyszer, visszaemlékszem arra, nem politizálni akarok, mindegy, hogy én hova szavazok, meg kire szavazok. Egyszer a húgom nem tudta eldönteni, hogy hova kell szavazni. És mondtam neki, Pöte, ez a húgom beceneve, Pöte, te Petkó vagy. Ha Petkó vagy, akkor tudod, hogy apuval mi történt. Tudod, hogy kik zárták börtönbe, tudod, hogy hogy élt, tudod, hogy mit akart. Te neked mindegy az, hogy ez meg az milyen, arra, aki minket, a Petkó nevet, a mi életünket meggyalázta, mi arra nem szavazunk, kész, ennyi. És akkor meg is maradtunk ebbe, mondom, bárki bármit mond, ne a gazdaságot nézd, vagy ilyesmiket, hanem azt nézd, hogy ilyen elvből, mert te Petkó vagy. És ugyanígy nálatok is, apukák, te ez vagy, te nagy vagy, te, mit tudom én, nem pálinkás vagy, hanem Schubert vagy, igen. Tehát, hogy most így mondhatnák is sok nevet. Tehát, hogy gyerekek tudják, hogy én ide tartozom, és hogyha én őneki vagyok a gyermeke, ő az én apukám, akkor engem igenis a hit, a templomba járás nem úgy, hogy kell menni, hanem valahogy, mert ide tartozunk, ez a mi életünk. Hozzánk tartozik. És ezt ti fogjátok neki megmutatni. Szent József, aki gondviselője volt, példaadója volt a családnak, ezt tette meg. Nélkületek az anyukák megszakadhatnak valahol. Ha ti nem álltok anyukák mellé, feleségek mellé, akkor én kimerem mondani azért, nem jól neveltek. Gyengék vagytok. És ne várjátok el a gyermekeitektől, hogy majd keresztény módon élnek. Majd ők majd hívők lesznek. Nem lesznek. Miért lennének? Mit láttak rajtatok? Annyira szeretjük Isten, mindig megyünk áldozni, meg gyónni. Apa sem megy. Nagyon nagy felelősségetek van. A gyermekek ajándékok, amelyekkel kapcsolatban nektek felelősségtek van. Óriási dolog ez. Tőletek függ a gyermeketnek az élete, a gondolkodása, a szíve. Ha nem adtok példát, gyerekek nem tudnak ezen az úton tovább menni. Ezt a felelősséget szeretném meg elültetni. Tudom, hogy tudjátok, meg nagyon boldogok vagytok a gyerekeitek miatt, de ez úgy azért, valljuk be őszintén, nagyon sok apukánál elmarad. Nem tudunk annyit, persze mindig vannak kivételek, és ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy persze a kivétel erősíti a szabályt, de valljuk be őszintén, ez van. És az egész iskola, ami Szent József iskolánk, én nagyon szeretném, hogyha erről is szólna. Hogy itt az apukák nagyon tudatosan nevelik a gyermekeiket. Sokat beszélgettek velük. Azt tavaly is elmondtam szerintem, mert ezt szeretem elmondani, hogy írjátok be a naptáraitokba, hogy gyermekemmel beszélgetni. Erre minden más ugye fontos tud lenni, de ez a legfontosabb. Hol jár a gyermekem? Miről mit gondol? Ezekre a beszélgetésekre készülni kell. Miről fogok vele beszélgetni? Az nem elég, hogy nem jót a suliban semmi, akkor jó van, nézem tovább a meccset. Készülj fel! Számodra mi a barátság? Mit teszel a barátodnak? Mitől lesznek barátok? Hogy lehet megőrizni a barátságot? Számodra mit jelent az, hogy egy tanárnéni mondjuk kiabál? Az miért fáj neked? Mit lehet ezzel tenni? Mit tudunk tenni? Talán neked is többet kell szeretni, jobban kell odafigyelni. Rengeteg téma van, hát millió téma van, de nincs idő. Hát ha erre nincs idő, akkor most nem azt, na igen, tehát itt kell megint kicsit lesarkítanom, hogy ne menjek el túlságosan. Tehát, hogy értitek, mit akarok mondani szerintem apukák, ugye? Tehát én nagyon szeretném azt, hogy a felelősséget örömmel vállalnátok, de igazi keresztény édesapaként. Szent Józsefet sokszor lehet megkérni. Végezetül már akkor nem hozzátok szólnék, hanem úgy mindenkihez, hogy örülök annak, ennek az ünnepnek, örülök, hogy így megünnepeljük most már. Ugye ez egy vágyam, hogy mindenki, aki ebben a templomban valamilyen úton módon szerepel, Szentek, Szent Imre, ugye Batyán Sartan, és lehetne még sorolni, lenne egy-egy ilyen ünnepnapja. Ha nem is ekkora létszámmal, nem is ilyen nagy ünnepet tartani Szent Józsefnek, de mindenkit megünnepelnénk, hiszen minden szent segít bennünket szentté válni. Hát én kívánom nektek ez a mai napon, de nem csak a mai napon, hogy minél jobb édesapák lehessetek, hogy ezeken elgondolkodjatok, ezen az úton járjatok, és én hiszem teljes szívemből, hogyha ezen az úton jártok, akkor nagyon jó úton jártok, és ebből a kis gyermek csapatból lehet egy igazi keresztény közösség,
egy olyan, meg olyan kisgyermekek lehetnek felnőttek, akik soha nem vesznek el, akik azon az úton vannak, amerre őket, ami Urunk Jézus Krisztus vezette. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, egyházadat, az egész világot. Szent József követésével szenteljük meg minden napi munkás életünket. A Názáreti otthon békéje és megtisztelőbe töltse el családjaink életét. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családokán keszményképe. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak az emberiség nagy családjáról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy amint Szent József odaadó, gyöngét szeretettel gondját viselte egyszülött fiadnak és édesanyjának, a boldogságot Szűz Máriának, úgy mi is tiszta szívvel szolgálhassunk oltárod előtt, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak és
mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és téged Szent József ünnepén illő hódolattal dicsérünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt az igaz férfi, az Isten szülőszűznek jegyesül adta, mint hű és okos szolgát, családot fölé rendelte, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült fiadat, ami Urunkat, Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemet, az égi hatalmak rettegi. A mennyei serege, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újongva együtt tiszteli. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjünk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fia halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt édesapákról, nagypapákról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Bernát apáttal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Jóisten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért most mondjuk nagy bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség veled. A vigyázat a szigorúmics rátéval, a középső csajon. Békesség veled. Békesség veled. Békesség veled. Jó szemembe, békesség veled. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondom, és megbírózni a lelkem. Emberségük érdekében, igazságban és szeretetben növekedjenek.
Add, hogy a szeretet megerősítve a házasság szentsége által erősebben mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat nincsújtja. Végül kérünk, add meg a Názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a Föld összes nemzete között sikerrel hajtassa végre küldetését a családban és a családokon keresztül, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, oltalmazz folytonos védelmeddel családodat, amelyet Szent József öröm ünnepén ennek az oltárnak kenyerével tápláltál. Add, hogy ajándékaid megmaradjanak bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Szeretném még egyszer megköszönni minden édesapának, nagyapának, aki eljött, együtt ünnepelt, és én bízom benne, hogy a kegyelem még jobban kiárat rátok, erősebbek lesztek, buzgóbbak lesztek, örömtelibb édesapák lesztek, még ennél is, aminek most vagytok. Azért örülök annak, hogy nagyon sok apukát ismerek én így a templomból, meg amúgy is, és hogy azt tudom mondani, hogy jó apukák vagytok, vidám apukák vagytok, keresztény apukák vagytok. De ne értek soha megelégedve magatokkal, azért mindig úton kell, hogy legyünk, mindig arra kell törekedni, hogy még jobb édesapák legyünk. Még jobb példát adjunk a gyermekeink számára, hiszen a mi életünk számukra, higgyétek el, meghatározó. Tehát kívánom nektek most ezzel az áldással, amit ugye most ti fogtok kapni, azért mindenki föl fog állni, de itt a három nagy imádság az elsősorban rólatok szól, és a közös áldás pedig majd mindenki fogadja. Utána a szentmise végén fogadjátok a iskolánk a tanulóit nagy szeretettel, akik így is megajándékoznak benneteket, egy kis műsorral akarnak nektek majd kedveskedni. Álljunk föl, fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Isten minden atyaság forrása és példaképe, segítse jóságosan ez édesapákat, hogy életüknek példájával elvezessék gyermeküket a keresztény nagykorúságra. Isten, akinek szeretete minden emberre kiárat, tekintsenek egyesen az itt egybegyűlt édesapákra, nagypapákra, óvja meg őket a rossztól, és ajándékozzon nekik jó létet és békességet. Kérjük az ő, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és az ő példáját követve, hogy vele együtt eljussatok a feltámadás dicsőségébe. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek békében. Istennek